Na no, hát ismét sziasztok srácok, valószínűleg eltelt egy nap, vagy kettő, három, illeti ezt a videót látjátok, de én ugye egybe veszem föl, így ö, folytatnám a sort a következő saját építésű modellemmel, ami nem más, mint egy 377-es kis gőzmozdonynak a modellje. Nagy valószínűséggel idén ez az utolsó gőzös. Jó, az előzőnél is ezt mondtam, de most már tényleg kifogytam az alapanyagokból, Szóval ö, Valószínűleg ebben az évben már nem a gőzmozdonyt. Látjátok, hogy milyen. Igazából itt még több újabb alkatrészt használtam föl. Ha jobban megnézitek, a kémény az egy rajszög. Illetve itt vannak ezek a kis hengerek. Ezek pedig tolkupakból vannak kivágva. Tehát itt uh, ismét újabb alapanyagokat próbáltam újra hasznosítani. Mert uh, fontosnak tartom egyébként amellett, uh, hogy ez egy kreatív dolog, és, és összerakok dolgokat, polisztirollabból, meg fültisztító Ez mellett szeretnék arra is törekedni, ugye, hogy minél kevesebb alapanyagot vásároljak meg csak modellezés céljából, akkor inkább már úgy vagyok vele, hogy az itthon felelhető hulladékokból próbáljak építeni valamit, tehát tényleg kifogy a toll, és akkor kihajítod a kukába, de, de itt ezt fel lehet használni, tehát a kupakját fel lehet használni, akár egy mozdonyalkat résznek, vagy tényleg a tol betétből is lehet csinálni apróbb dolgokat, és akkor már is nem kerül annyi hulladék a háztartásodból ki, hanem tényleg fel lehet használni egy ilyen dologra is. Igazándiból a 377-es sorozatú gőzmozdonyokról nem sokat tudok, ezek ilyen kisebb ö, gőzmozdonyok voltak. Azt tudom, hogy ö, ipari üzemek területén használták őket sokszor, mert ugye ezek ilyen kis hatótávolságú gőzmozdonyok. Szóval ö, ennyi igazából. vasúttörténeti parkban is találtok egyébként egy 377-es sorozatú gőzmozdonyt, meg több helyen is van kiállítva, így néz ki. És hát akkor már megmutatom a következő modellt is, amit építettem. Ha már egy videóba benne lesz mind a kettő, akkor legalább hosszabb lesz a videó. Ez nem más, mint egy kis C50-es mozdony. Ugye ez a kis vasutakon elterjedt mozdonyka. Volt már egy C50-es, amire van egy, az 3D nyomtatással készült, ez viszont teljesen saját verzió. Nem volt vele se sok munka, tehát most látjátok én egyszerűbb járgányokat készítettem, így néz ki, a, a kerekek ezek egyszerű kivitelőek látjátok. Tehát ebből is sok festésben mm, találkozhattok ezekkel a mozonyokkal is, tehát ez ilyen egyszerű kis zöld kaszni fekete alváz, majd ebből is valószínűleg lesz még több is, csak egyelőre ez készült el, ez pedig így néz ki. Szóval igazából ennyi. Tudom, hogy most rövidre fogtam ezeket a videókat, de nem nagyon van időm, az az igazság, de még lógok nektek egy kafkocsi bemutató videóval is, meg majd még sok másikkal is. Ígérem, hogy bepótolunk mindent. Köszönöm, hogy velem voltatok, szevasztok!